Családom egyik kedvencét, a császármorzsát fogom ma készíteni. Ez egy nagyon finom kis desszert, nagyon könnyen összeállítható. Az alap hozzávalók, a tej, a cukor, a tojás, az szinte minden konyhában megtalálható. Régen ezt darából készítettem, de kedvencünk nekünk a hagyományos, osztrák, sűrű palacsintatésztából készült császármorzsa. 5 dekagram mazsolához hozzáadok egy kanál rumot, hagyom ázni, és addig elkészítem a palacsintatésztát. 3 tojás sárgáját habosra keverek egyelő kanál cukorral. Hozzáöntök 13 dekagram lisztet. Elkezdem keverni, és folyamatosan hozzáadok 2,5 deciliter tejet. Három tojásfehérjéhez hozzáadok egy csipet sót, és kemény habot készítek. Végezetül a kemény tojásfehérjét óvatosan hozzá keverem a teljes tojásos masszához. El is készült a sűrű habos palacsintatészta, most ezt fogom megsütni egy serpenyőben. Egy nagyobb serpenyőben, az enyém körülbelül ilyen 22 cm átmérőjű, felolvasztok 3 dekagram teavajat. A felolvadt vajra ráöntöm a masszát. Körülbelül 5 percet kell várnunk, hogy az alja a tésztának kérgesedjen. A tűzhelytén közepes hőfokra állítottam. És 2 fakanál segítségével elkezdem forgatni a tésztát. Ráöntöm a rumba áztatott mazsolát. Rászórok 4 dekagram porcukrot. Gyakori kevergetés közben szépen megpirítom. Én körülbelül egy 8 percig pirítottam a tésztát, és el is készültem ezzel a császári csemegével. Tányérra halmozom, és a legfinomabb akkor, hogyha megcsorgatom egy kis pikáns lekvárral.